2 milliárd forintból fejleszt TAB, a régió vezetővárosává válhat a település. Rendhagyó TDK, online adtak számot tudásukról a hallgatók. Otthon legényeseznek a megyében, videókon mutatkozik be a Somogy táncegyüttes. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Jó ütemben haladnak a fejlesztések TAB-on, az év végére megújul a vásárcsarnok és új vásártérrel, parkolókkal gazdagodik a település, de számtalan zöld beruházás is elkészül. Emellett átadják azt a szabadidős és sportparkot is, amely egy tó köré épül. A beruházások összértéke meghaladja 2 milliárd forintot. A polgármester nem titkolt célja, hogy a régióban TAB meghatározó településsé váljon. Az egykori nádas vizenyős területre lassan már rá sem lehet ismerni. A munkálatok előre haladtával körvonalazódik az a szabadidő park, amely minden bizonnyal gyorsan a TAB-iak kedvenc pihenőhelyévé válik majd. Jelen pillanatban egy 7000 négyzetméteres tó épül, körbe 2,2 kilométer az, amivel körbe lehet sétálni, vagy körbe lehet futni. Itt a mellettem lévő területeken pedig egy hatalmas nagy játszópark fog épülni, felnőtt és gyerek játszópark. Tehát igazából ez egy ilyen közös kiránduló helye lesz a városnak, és nem csak a városnak, hanem mindenki, aki ide látogat hozzánk. Én bízom benne, hogy a turizmusunk egy kicsit feljebb lendül ezáltal. Ne felejtsük el, hogy ekkora terület, ami így néz ki, és gyerekparadicsom, az nem igazán van a környéke, a Balatonparton sincs. Schmidt Jenő polgármester szerint az ideérkező turisták akár egy egész napot eltölthetnek családjukkal a pihenőparkban, megebédelhetnek valamelyik helyi étteremben és meglátogathatják a múzeumokat, egyéb látványosságokat. De adott esetben kilátogathatnak a TAB-i vásárba is, ahol most szintén jelentős fejlesztések zajlanak. Ott épül egy vásárcsarnok, szabadtérészek, és hát ugye a heti vásárok és a havi vásárok is, meg a heti piacok is ott lesznek lenn megtartva. Az a beruházás az 700 millió forint lesz minden estől kezdve, de azt gondolom, hogy talán 50 kilométeres sugarú körbe ilyet nem nagyon lehet majd találni. Ekkora területet ilyen kimondottan erre építve és összehozva. A terület két oldalán számtalan parkolóhely kerül kialakításra. A vásártéren és a csarnokban így esetenként több ezer emberre is számítanak. TAB-on most bármerre visz az utunk, kisebb-nagyobb munkálatokat láthatunk mindenütt. Sok helyütt alakítanak ki kisebb-nagyobb parkokat, pihenőket, csobogókat a Zöldváros program részeként. Ezen a téren, ebben a pihenőben például majd a feszti körkép kicsinyített mása lesz megvilágítva esténként. Nagyon sok helyen nyúlunk hozzá a városhoz, ezek az év végére mind készen lesznek, és én azt gondolom, hogy mire a zöldek újra fölfutnak, mire itt ez az egész szép varázslat, még körülbelül 1-1,5 év, és akkor teljesen tökéletes lesz. Ennek a nagysága meghaladja 2 milliárd forintot, az összberuházási volumennek a nagysága. Ezek mind uniósok, egyedüli egy, ami van, mert saját erős egy 70 millió forintos útépítések és járdaépítések, amiket nem tudtunk ide berakni, de hozzá kapcsolódnak szervesen ezekhez a területekhez. A polgármester szerint az a legfontosabb, hogy a közszolgáltatások, mint óvoda, iskola, étkeztetés rendben legyenek a településen. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagy figyelmet fordítanak az iparterületre is, hiszen mindenkinek az a legfontosabb a városban, hogy legyen munkahelye, biztos megélhetése. Ipari övezeteink is vannak. Egy új cég fog most beköltözni ide TAB-ra, remélhetőleg az év végén. Úgyhogy én bizakodó vagyok abból a szempontból, hogy az elszaladt lakásárak és balatonparti árak mellett TAB egyre inkább vonzó lesz, hiszen a következő 20-30 évben a prognózisaim szerint a fővároson kívül a Balaton és környéke fog a legnagyobb ütemben és a legrohamosabban fejlődni. A település vezető szerint a most futó fejlesztések az év végéig kivétel nélkül befejeződhetnek, de már is tervezni kell a következő fejlesztéseket. Sose lehet hátradőlni, tehát ez nem az. Tehát mire eddig eljutottunk, az 4 év volt.
Ugye hát ezt itt a lakos nem tudja, hogy, és akkor mindig a polgármester mit csinál, ez-e? Ezek 4 év alatt térnek ide be, ezekre, hogy mondjam, tehát nagyon kell figyelni az európai parlamenti döntéseket, nagyon kell figyelni a magyar kormány döntéseit, a forrás elosztásokra nagyon oda kell figyelni, és arra, hogy mik a szándékok, tehát környezetvédelmen belül mi a szándék, energetikán belül mi a szándék, és minden, és akkor el kell kezdeni terveztetni, mert ha valaki, akkor kezd el nekiállni ennek, hogy kiírnak valamit 60 napos határidőre, hát az régen kuka, ott abban nem lesz semmi se. Ez nagyon sok kell, kell gondolkodni, és bizony áldozni kell rá, terveztetni kell, nézni kell. Schmidt Jenő szerint a fejlesztések nem titkolt célja, hogy TAB megőrizze és megerősítse a régióban betöltött szerepét. Ipari, mezőgazdasági városnak kell maradnia a Balaton háttértelepüléseként, egy virágzó, zöld és élhető kisvárosként. 50 milliárd forintra pályázhatnak mikro, kis és középvállalkozások, jelentette be a pénzügyminisztérium Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. Rákosi Balázs hozzátette, technológiai megújuláshoz kapcsolódó fejlesztéseket támogató 2 pályázati felhívás jelent meg. A gazdasági társaságok május 29-től adhatják be a kérelmeket. Azt is elmondta, új eszközöket, gépeket lehet beszerezni. A támogatás 5 és 153,5 millió forint közötti maximális mértéke, az összes elszámolható költség 70%-a. Eddig nem vált be az online értékesítés a bor ágazatban, írja sonline.hu. A vinotékák, éttermek, kávézók és hotelek forgalma gyakorlatilag megszűnt a koronavírus járvány miatt. Így a legfontosabb piacot veszítették el a borászok. A Termelők és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elindította a Palack Posta 2020 nevű akciót. A weboldalon házhoz lehet rendelni a kedvenc pincészetből, a termelők pedig ingyen regisztrálhattak a felületen. Az oldal most is elérhető, igyekszik kiépíteni a kapcsolatot a fogyasztó és a borászat között, de egyelőre meglehetősen kevés a pozitív visszajelzés. Rendhagyó módon szervezték meg az idei tudományos diákköri konferenciát a Kaposvári Egyetemen. A gazdaságtudományi kar hallgatói a koronavírus járvány miatt online jelentkeztek be, és az internet segítségével tartották meg előadásukat. Szigeti Orsolya, a kar dékánja elmondta, a témákat tekintve a gazdaságtudomány különböző területei kerültek előtérbe, így a kereskedelem, pénzügy, menedzsment, humán erőforrás. 15 éve rendeznek a Kaposvári Egyetem gazdaságtudományi karán tudományos diákköri konferenciát, idén azonban a vírus miatt online kellett megszervezni, így az internet segítségével tudtak a hallgatók az oktatókkal egyeztetni. Idén 2 tagozatot indítottak az intézmény karán 12 fiatal részvételével. Egyik tagozatban olyan hallgatói pályaműveket vártunk, amelyek még nem teljesen készek az országos tudományos diákköri megmérettetésre. Ide ebbe a szekcióba 3 jelentkezőnk volt, illetve a másik tagozat, amely már közvetlenül egyértelműen az országos versenyre való nevezést is tudja biztosítani, abban a szekcióban pedig 9 hallgató adta be a pályamunkáját. Rigó Zsanett, 3. éves hallgató, a tanulmányi eredményességet befolyásoló tényezőket vizsgálja munkájában, amelyen hónapok óta dolgozik. Egy kutatási tervem van még, szakirodalmi kutatómunkám már megtörtént, és az egyéni kutatásom még hátra van, és most ma nagyon jó ötleteket kaptam hozzá, hogy novemberre, az őszi TDK-ra már teljes dolgozattal indulhassak. Szigeti Orsolya, a kar dékánja elmondta, a témákat tekintve a gazdaságtudomány különböző területei kerültek előtérbe, így a kereskedelem, a pénzügy, a menedzsment és a humán erőforrás. Minden olyan témát befogadunk, amely a gazdaságtudományok területét érinti, tehát a pénzügy, kereskedelem, menedzsment, humán erőforrás, gazdálkodás, mindegyike megjelenik a pályaművekben. Jellemzően a hallgatók szakjától függ az, hogy milyen területen adják be a munkáikat, illetve természetesen, hogy ugye a konzulens oktatók milyen fajta témákat hirdetnek meg. A fiatalok úgy vélik, hasznukra válik minden TDK, ezért is jelentkeznek a megmérettetésre. Nagyon örülök annak, hogy volt lehetőségem arra, hogy mélyebben beleássam magam egy tudományterületbe, ami hát ugye a szakdolgozatom is hamarosan esedékes, így valószínűleg ez a téma lesz a szakdolgozati témám is, valamint hát nagyon sok tudást kaptam pluszban magától a tudományos diákköri tanácstól,
ugyanis ebben a fél évben indítottak egy módszertani képzést, ahol a kérdőívkészítést, a szakirodalmazást, a hivatkozások kezelését bemutatták és megtanították a jelentkező hallgatóknak. Szóval szerintem abszolút egy tudástöbletet kapunk ezzel. Legközelebb jövő tavasszal lesz országos tudományos diákköri konferencia, ahol a kaposvári hallgatók is jó eséllyel szerepelhetnek. Már letölthető a vírusradar mobiltelefonos alkalmazás, ez hasznos eszköz lehet a járvány elleni védekezésben, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Sanda Tamás kiemelte, a használat önkéntes alapon történik, egyrészt dönteni kell a letöltésről, másrészt a fertőzött használó önként küldi el adatait a járványügyi hatóságoknak. Az azonosított fertőzöttről meg lehet mondani, hogy a megelőző 2 hétben kikhez volt közel, 2 méteres távolságon belül legalább 20 percig. Jó a Balaton vízminősége, az idei első mintákból az derült ki, hogy egyelőre semmi szokatlan sincs az eredményekben, viszonylag alacsony az algaszám, közölte Boros Gergely, az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Elmondta, tavaly ilyenkor is hasonlóan kedvező eredményeket mutattak a vízvizsgálatok. Nyár végén mégis bekövetkezett az algavirágzás, ezért korai még azt feltételezni, hogy idén nem ismétlődhet meg hasonló esemény. Legényes otthon és karantén karikázó online őrzik a néphagyományokat a Somogy táncegyüttes tagjai, akik a koronavírus járvány miatt március közepe óta nem tudnak személyesen találkozni és próbálni. Az internetnek köszönhetően azonban rendszeresen jelentkeznek kreatív videókkal. Karantén karikázót készítettek a közelmúltban a Somogy táncegyüttes lány tagjai. Ezt az interneten is megosztották, megmutatva, hogy a koronavírus járvány idején is kreatívak. Mindenkinek otthon kellett bekapcsolódni, és nagyon ügyesen oldották meg ezt a kis filmet Kok Máté táncos társunknak a segítségével, mert hiszen meg tudták azt csinálni, hogy egymás kezébe adták át az üveget, tehát tényleg olyan volt, mintha egymás mellett lettek volna. Nagyon örülök neki, hogy járnak a gondolataik, és megpróbálnak a hagyományhoz kötődő olyan foglalkozások, vagy olyan programokat, vagy olyan újszerű kezdeményezéseket csinálni, ami esetleg felkeltheti mások érdeklődését is. A Somogy Táncegyüttes tagjai március közepe óta nem találkoztak, és nem próbáltak személyesen, de az interneten tartják a kapcsolatot, mesélte Csikvár Gábor. Nagy örömömre szolgál, amit én tudtam eddig is, de abszolút megerősített benne, hogy nagyon jó közösség a Somogy Táncegyüttes közössége, hiszen képzeljétek el, hogy hétről hétre, próbáról próbára, mindig van egy felelős, aki kitalálja, hogy mi lesz annak a próbának a programköre, és bekapcsolódnak Skype, illetve ott ülnek a gépek előtt, bekapcsolódnak a táncosok, és közösen töltik el azt az időt, amit tulajdonképpen itt töltenének el a próbaterembe, a próbanapokon. Tehát ugyanúgy dolgoznak, csak online. A járvány kezdete óta már több videóval is jelentkezett a Somogy Táncegyüttes, amely a mostani Közösségek Hete online programjához is csatlakozott. Felkért bennünket az Együd Árpád Kulturális Központnak a vezetősége, hogy készítsünk például erre a hétre Somogy Táncegyüttes történetéből egy anyagot, ami azt jelenti, 70 évet ünnepeltünk, 70 éves fennállást tavaly évben. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt a 70 év történetét szeretnénk feldolgozni, úgyhogy minden este feltöltünk egy kis videóanyagot, amiben szöveges tájékoztatás, archív fotók jelennek meg azokból a korokból, természetesen ezeknek is van zenei aláfestés, ezek ilyen 3 perces kis snittek, de úgy veszem észre, hogy talán ez is felkelti az érdeklődését az embereknek, hát ilyen formán tudunk valahogy megmutatkozni. Elindult a Kaposvár, utána ment ott a szár, nézi azt a kazimány, jögi azt a kis gyalán, evetni adott szabadít, komája lett nagy beki, válva asszony, attala, mosogatója csomag. A hagyományőrzés szeretete hozta létre 1949-ben a Somogy megyei népi együttest, amelynek létszáma pár év alatt 68 főre nőtt.
Hajdanán még énekkar és cigányzenekar is tartozott a csoporthoz, idézik a múltat a kis videókban. A Somogy Táncegyüttes jelenlegi tagjai pedig már a jövőbe tekintenek. Július végéig mondták vissza fellépéseiket, de bíznak benne, hogyha a járványügyi helyzet engedi, akkor augusztusban már újra színpadra állhatnak. Megrepett a Barcsi gyermekotthon udvarán álló hatalmas fenyő. Felhasadt a körülbelül 15 méter magas és 50 cm átmérőjű törzse, veszélyeztetve az intézmény területén tartózkodókat és a gyalogosokat. A nagyatádi és barcsi hivatásos tűzoltók magasból mentő segítségével motorfűrésszel eltávolították a fát és megszüntették az életveszélyt. 2 milliárd forintból fejleszt TAB, a régió vezetővárosává válhat a település. Rendhagyó TDK, online adtak számot tudásukról a hallgatók. Otthon legényeseznek a megyében, videókon mutatkozik be a Somogy Táncegyüttes. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap már sok napsütésre számíthatunk, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. A ma esti 7:30-as Miértben Hoffmann Henrikkel, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökével láthatnak beszélgetést. Tartsanak velünk akkor is, szép estét, viszontlátásra!